Köszöntöm nézőinket, önök Telene magazinunkat látják, Eperjesi Tímea vagyok, mutatom, mivel készültünk. 1500-as években épült török fürdőre bukkantak. Szenzációs jelentőségű lelet. Díjakat vettek át. Jól indult a szezon a futszálosoknak. HPV oltás és elektronikus igazolások, dr. Barna Györgyi nyilatkozott. Made in Hungária, előadás a Lovardában. Padlófűtés, falfűtés és zöld mázas vízvezeték csövek is voltak az 1500-as években Tolnán. Komoly fürdőkultúra volt a török hódoltság idején a településen. Egy építkezés során bukkantak rá az országos jelentőségű leletnek számító török fürdőre. Tolna középkori történelme igencsak gazdag, nagyon sok olyan időszakkal rendelkezik, amely azt mutatja, hogy ez egy gazdag és prosperáló település volt. Hát ilyen volt a település megalapításának az időszak, az Árpád-kor, amikor megyeszékhelyként működött, de mindenképpen ide sorolható egy ilyen időszaknak a török kornak az első fele, a 16. századnak a második fele is. A Tolna a helyzeténél fogva, hiszen akkor még ugye aktív Duna ment itt a településnek a határán, egy dunai átkelő hely volt, illetve hát a Duna mint természetes közlekedési út egy gazdasági központként is működött. A 16. század második felében a 15 éves háború után eltűnt az a 6-8 ezer fő a megyeszékhelyről, amely szám akkoriban a Budán élőkével vetekedett. Ez az az időszak, amikor a török is berendezkedett, és olyan épületeket épített, ami korábban nem volt, ami részben vallási feladatokat, funkciókat látott el. Építettek dzsámit, építettek fogadót, karavánszerájt, illetve építettek fürdőt is. Ez nagyon érdekes, a fürdőkultúra, ugye ennek a Kárpát-medencébe, vagy hát a Dunántúlon, római időszakban, Pannonia provincia területén természetesen voltak és vannak fürdők, fürdőmaradványok, amelyeket meg lehetett találni. Azonban az ezt követő évszázadokban ez az épület és az ehhez kapcsolódó fürdőkultúra az kiveszett. És igazából a törököknek volt köszönhető, hogy ez újra megjelent itt a környékünkön. A hódoltság területén írott források szerint nem egészen 50 fürdőről van adat, és ezek közül 10 darab, amelyet így régészetileg is ismerünk valamilyen szinten, különböző mértékben maradtak meg ezek a fürdőépületek, ez 7 településen található meg, ezek közül 3 például Budánon mai napig is működik, Rácfürdő, Törökfürdő, talán a Királyfürdő is ilyen, Egerbe láthatóak a romjai, az ottani fürdőnek, Esztergom, Székesfehérvár, Törökkoppány, ezek talán ez a Babocsa, ezek a települések, ahol megvannak, és most újonnan Tolnán bukkant elő egy építkezéshez kapcsolódó mentőfeltárásnak köszönhetően. Ez a rész a Malom utca Duna felőli szakasza, a Sterntelephez közeli rész. Ez mindig is ismert volt a régészeti szakirodalomban, mert hogy jó néhány lelet került már elő korábban is. Azonban mivel rendkívül sűrűn beépített pici házhelyeken lévő házakkal telített területről van szó, itt régészeti kutatást nem igen lehetett végezni. Ez szerencsés módon augusztusban úgy alakult, hogy a Malom utca 51-es számú ház telkén lévő házat a tulajdonos Mozvaher Zoltán lebontatta, hogy új házat szeretett volna építeni, és mindenkinek a meglepetésére egy hatalmas, masszív, nyugat-kelet irányú kőből épített falat talált, amely végighúzódott a telken, és szemlátomást ez túlment a többi szomszédos telekre is. Ekkor került a figyelmünkbe ez az épület, vagy hát ennek az épületnek a nyoma, és ekkor kezdtük meg ezt a kutatást. A helyszínen húzott szondáknak a segítségével teljes egészében kiderült az a két fő kérdés, tehát választ kaptunk arra a két fő kérdésre, hogy mi lehetett ez az épület, ami egy több, legalább 4 telekre kiterjed, 15 méter hosszú, 8 méter széles körülbelül, az alaprajza alaprajzú lehetett. Ennek a funkciója ez a török fürdő, amelyeket korábban történeti forrásokból itt felidéztem. Ehhez nagyon sok minden bizonyítja, elsősorban az alsó fűtő berendezésekhez kapcsolódó különböző jellegzetességek,
pillérek, szellőző csatornák, füstelvezető nyílások és egyebek, illetve hogy mikori, az pedig a régészeti leletanyagból teljesen egyértelművé vált, hogy az épületnek a belső részének a feltöltésébe talált régészeti leletek a török kor végén zárulnak. Tehát egyértelművé vált, hogy az írott forrásokban szereplő 1570 körül épített Szokolló Musztafa török budai pasa alapítványa által működtetett, épített és működtetett török fürdőről van itt szó, amely tulajdonképpen egy gazdasági vállalkozás volt ebbe az időszakban, mert hogy itt pénzért lehetett használni ezt a fajta fürdő szolgáltatást. Ez 100 éven keresztül működhetett. Ennek több helyisége volt, ezek mindig klasszikusan egy langyos helyiséggel, illetve egy forró helyiségből álltak, illetve van egy öltözője, sőt még egy toalett része, valamint egy a tüzet tápláló kazán részből, valamint víztározó részből is áll. Úgyhogy ez a terület, az Malom utca 51-es számú ház alatt, ez pont a forró medencés helyiségnek a területe, amely belső méretét tekintve 6x6 méteres. Ami miatt nagyon jó állapotban megmaradtak részben az alapfalak, de nem csak az alapfalak, hanem felmenő falakkal is büszkélkedhet ez az épület, hiszen pont itt a hátam mögött lévő falszakasz és a rajta lévő vakolatnyomok alapján, ajtónyílások, pillérindítás alapján ez egy 3 méter magasan fennálló épület rész ebből az egykori fürdőből, ami annak egy közfala volt. Jelen tudásunk szerint tehát 1570 körül épülhetett ez a török fürdő, és legalább 1820-ig biztosan fennáll, tehát jó 250 éven keresztül, ebből 100 évig fürdőépület lehetett. Fontos és ritka lelet gazdagítja Tolna városát a török hódoltság idejéből, ami egy olyan újfajta látványosságot jelenthet a településnek, ami nem csak itt, hanem a környéken sincs sehol. Elkezdődött a bajnokság a Tolna Mőzs női futszálcsapat számára. Eger együttesét fogadták elsőként a tolnai csarnokban. A mérkőzést megelőző percekben azonban még nosztalgiázhattak az előző szezon sikerein, ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség díjakat adott át a 2023-24-es év legjobbjainak. Itt épp az előző idény legjobb kapusának járó díjat veszi át Decki Vanda. Ezen kívül még elismerték Folk Zsuzsannát, aki a tavalyi bajnokság gólkirálya lett 28 találattal. Míg a legjobb vezetőedzőnek járó elismerést Revelan Zoltán kapta, így a csapat 3 díjat is bezsebelt. A Magyar Labdarúgó Szövetségtől Nagy Mátyás érkezett átadni az elismeréseket. Jó, megnézzük a dolgokat. A Magyar Labdarúgó Szövetséghez tartozó tevékenységek közül ugye van a férfi ügye, van a lányok bajnoksága, és van a futszál, ugye az előbbi a nagy pályákról beszéltünk, most a futszálról beszélünk. A futszál 8 csapatából az elmúlt 2 év során az Európa bajnokság negyed döntőig jutottak el a lányok, és ha jól megnézzük, hogy a Labdarúgó Szövetséghez tartozó sportágokból kijutott el idáig, hát csak ők. Ez is példázza, hogy milyen minőséget képvisel a tolnai együttes. A közeljövőben pedig érkezik egy nagy nemzetközi tornaselejtező, amin szintén lesz résztvevő a csapatból. Ebben az évben ugye világbajnoki selejtezőket fognak játszani a lányok. Ugye innét a Tolnából 4 olyan játékos van, aki a válogatottban lenne. Decki Vanda, Folk Zsuzsanna, Kis Gréta és Wiesner Dalma kaptak meghívót a válogatottba. Thank you.
A díjátadó után a klub elbúcsúztatta Szalkai Kittit is, aki idén nyáron úgy döntött, befejezi aktív pályafutását. Ígérte, a sport mindig is az életének része marad. Mindig jó érzés volt Olnára jönni és itt játszani, de most úgy éreztem, most, hogy már ebben a szezonban nem fogok tudni részt venni és segíteni a csapatot. Azt hiszem, hogy tavalyi volt már a 6. szezon, hogy már Tolnán játszottam. Nagyon sok kellemes emlék fűződik ide, de egy idő után már nagyon nehéz összeegyeztetni a munkát, a magánéletet, a focit vagy a hobbit, és most éreztem úgy, hogy most már sok volt így ez a 3 együtt, úgyhogy a futszál lett most háttérbe szorítva. Amúgy a sportot továbbra is nagyon szeretem, amikor van időm, szeretek sportolni, focizni, vagy akár futni menni, kirándulni menni, tehát ez a része megmarad, csak így versenyszerűen fogom abba hagyni. Labdarúgóedzőként dolgozom, úgyhogy azért az nagy részét kitölti az életemnek, illetve így azért a focihoz ott maradtam közel, és emellett a magánélet lesz majd fókuszban. A nyitóbajnoki mérkőzésen 8-2-re legyőzte a klub az EGRI csapatot, így egy biztató eredménnyel indulnak neki a szezonnak. Most rövid reklám következik, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést is javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. A vasáru akkor Bajai és Fia Kft. Tolna. Finom, durva és horgonyzott lemezek, zárt szelvények, idomacélok, köracélok, varatos és varat nélküli csövek, bordás betonacélok, AD-hálók széles választékban. A megvásárolt szálanyagokat a helyszínen méretre vágjuk. Vegye meg nálunk a hegesztéshez szükséges húzalókat, elektródákat. Kínálunk még alumínium létrákat széles választékban. Ha anyagmozgatások gondja, vegye meg nálunk talicskáját. Ne feledje, ha vasáru, akkor Bajai és Fia vasútvar Tolnán, a Volt Patex területén. Telefon 74-es körzet 443-215. A HPV oltásról, valamint az elektronikus rendszerben történő beteg igazolásokról kérdeztük dr. Barna Györgyi házi orvost, aki ebben a két fontos témában adott bővebb tájékoztatót stábunknak. Fontos, hogy mindenki ismerje és tisztában legyen a HPV betegség kialakulásának okaival és az oltás fontosságával. Körülbelül 8 éve oltjuk ezt a HPV oltást, és ami ez most már eléggé ismert, hogy ez a méhnyakrák, így nevezik, a méhnyakrák elleni oltás. De azért hozzátenném, hogy ez nem kizárólag a méhnyakrák tól véd, ez az oltóanyag, hanem véd a nemi szervi szemölcsök ellen is, illetve a szájüregé végbéldaganatoktól is véd. Tehát ilyen módon indokolt az, hogy nem csak a lányoknak javasoljuk, hanem a fiúknak is. És erre lehetőség is van.
Na most, amikor elkezdtük, akkor nagyon jó kis átoltottság volt, ami sajnos évről évre csökken. És most mondhatjuk azt, hogy siralmas. Itt nálunk legalábbis a jelentkezők száma, akik kérik. Tehát elsősorban ugye a szülőket kell meggyőzni erről. És mi folytattunk is kampányt, igazából én még előadást is tartottam ez ügyben, de hát nagyon csekély az érdeklődés, úgy vesszük észre. Nem tudom másban látni az okot, hogy csökken az érdeklődés a szülők részéről, mint abban, hogy az oltásokkal kapcsolatos ellenérzések azok a Covid óta, mert akkor indult ez igazából el, a Covid óta eléggé előtörtek az oltás ellenes vélemények. Én ezt okolnám igazából. Az iskola 7. osztályos gyerekeiről van szó, akiknek a védőnő kiküld egy tájékoztatót, illetve egy igen-nem válasszal ellátott kérdőívet, és ott kell jelezniük azt, hogy kérik vagy nem kérik az oltást. Egyet adunk most ősszel, és egyet adunk tavasszal ebből az oltásból. Hogyha tavaszra betölti valaki a 15. évét, akkor ő még egyet kap télen pluszban. És az eltérő korosztályok, tehát aki szeretné magának beadatni például házi orvossal, ő 3-at kell, hogy kapjon belőle. Mindenképpen nőgyógyászati vizsgálatkor derül ez ki a HPV fertőzöttség. Ugyanis a tünetek alapján azért nem lehet rám mondani így, vizsgálat nélkül, ugye, ilyenkor hüvei váladékot, méhnyakról vesznek mintát, tehát úgy derül ki, hogy nőgyógyász vizsgálja meg a feltehetőleg a nőket, mert ugye a férfiak nem mennek nőgyógyászhoz, tehát igazából a tüneteket nagyon sokszor el is bagatelizálják, nem is derül ki, esetleg tünetmentes marad, de arról meggyőződni, hogy valaki HPV fertőzött, arról így lehet nőgyógyászati vizsgálattal. Hogy szexuális úton terjed, tehát hogy miért 13-14 éves korban? Azért, mert ma úgy tapasztaljuk, meg szerintem mindenki úgy látja, hogy sokkal-sokkal előbb van a nemi érés, és hát előbb kezdik a szexuális életet is a fiatalok, tehát ezt akkor érdemes megkapni, ezt az oltást, amielőtt tulajdonképpen ilyen jellegű tevékenységet folytat a fiatal. Mert ez akkor jelent igazi védelmet. És HPV vírussal egyébként megfertőződhet valaki többször is, főleg ugye a tünetmentes férfi át tudja adni ugye a nőnek, aki élete során többször is megfertőződhet vele, és az az igazi védelem, hogyha ezt még azelőtt kapják meg a gyerekek. A témától eltérve említésre került a krétarendszerben történő igazolásokkal kapcsolatos tudnivaló óvodások és iskolások körében. Erről a krétarendszerbe való csatlakozásról, és a szoftvercégünk, mindegyik orvosnak gondolom a szoftvercégétől függ, hogy mikor készül el ezzel a programmal. A mi szoftvercégünk hétfőre el is készült ezzel. Próbálgatjuk ezt a Kréta rendszert, ami azt jelenti, hogy az EST-ben való csatlakozás után mi az igazolásokat ebbe az online formába tudjuk feltölteni, illetve elküldeni, ami azt eredményezni, hogy az iskola és az óvoda fogadja az igazolásokat, tehát nem kell papíralapon nyomtatni, nem kell a szülőnek eljönni az igazolásért, csak ellenőrizni azt, minden betegnek mondjuk is, hogy kérdezze rá, hogy megérkezette. Hát azt kell mondjam, hogy a kollégáktól is ugye érdeklődtem, meg látom a csoportot az egész országban, a gyermekorvosok, hogy nyilatkoznak erről, szóval hát döcög. Ez az igazság, hogy még döcög. Nálunk például egyik nap működött, másik nap nem működött. Az óvodásoknál egyáltalán nem működik még, az iskolásoknál meg így változó. Nekünk a szülők, akiknél sikerült beküldeni ezt az igazolást, azok örültek, azoknak könnyebbséget jelent. Van szülő, aki azt mondja, hogy ő neki saját magának sincs hozzáférése a krétához. Úgyhogy igazából
Még olyan kevés tapasztalatunk van, hogy még nem tudom azt mondani, hogy most kinek jó ez igazából. Nekünk abból a szempontból biztos, hogy jobb, hogy nem kell nyomtatgatni az igazolásokat. Viszont szépen növekszik ugye a betegforgalom, és megyünk bele a csúcsidőszakba, és hát nekünk vannak olyan aggodalmaink, hogy amikor ugye 80-90 százas betegforgalom van, akkor nekünk ez azért egy kicsit meg fogja lassítani a dolgunkat, vagy a munkánkat, úgyhogy nekünk nem biztos, hogy ez annyira nagy könnyebbség, mint amennyire gondoltuk. A Magyarok Dalszínház elhozta a Made in Hungária című előadásukat a Művelődési Központba. A közkedvelt musicalben felcsendülő Hungária dallamokkal varázsolták színpadra a 60-as évek hangulatát. Kérdés és mozgott összegyűjtünk úgy este hétkül. A hangolástól fél nyolckor már visszhangzott a ház. A körben ilyen becokorul rá találsz. Az előadás előtt még volt szerencsénk betérni a színfalak mögé és megkérdezni a szereplőket, milyen érzés ebben a darabban játszani és megformálni az adott karaktereket. Elsőként Ondrik János mesélt a megtisztelő főszereplői feladatköréről. A mai előadásunk a méltán híres Made in Hungária című Fenyő Miklós életét feldolgozó, nagyon könnyed, ismert, híres zenés színdarab lesz. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy a Hungária dalokon, illetve Fenyő Miklós személyén keresztül, hát mindenki ismerheti már ezt a sztorit. Ha ezt nem is, akkor akár a filmet, ha látták a kedves nézők, kedves hallgatók, akkor tudják, hogy miről van szó, Miki életéről, fiatalkoráról, Amerikából, miután hazatértek utána, hogy hogy találta meg újra itt a helyét, itthon a szocializmusban, barátait hogy találta meg, itt a Hungária együttes hogyan alakult ki, és hogyan indultak el az országos hírnév útján. A magam karakteréről, ha kérdezni, hát Fenyő Miklóst van szerencsém alakítani ebben az előadásban. Fenyő Mikit, vagy hát a darab nevén Rikit. Nem nehéz az áthallás a Miki és Riki között. Igazából ő bevallottan önmagát akarta megmutatni ebben az előadásban. Tényleg a saját életéről szól, kvázi egy ilyen önéletrajzszerűen. A kollégája, barátai mindent felbukkannak benne különböző beceneveken, vagy hát ilyen álneveken, de a darabon keresztül Miklóst ismerhetjük meg, és az ő életét. Biztos, hogy más karakter, mint én. A korszak is más, mint amik mi vagyunk gyakorlatilag. Ugyanakkor a zenén, azon a rockabillyn keresztül, ha az ember elkezd ezt hallgatni, elkezd ráhangolódni arra a lazaságra, hogy egy grízt, ha látta az ember, akkor ezen a világon keresztül azért könnyű belehelyezkedni ebbe a jampi fiúk és jampi lányok, rágugumizunk, kint héderelünk a parkban, kicsit rendszer ellen lázadók vagyunk, és közben éljük ezt a gyönyörű szerelmet, fantasztikusan jó amerikai stílusú zenét. Tehát nehéz volt, mert nem az én figurám, könnyű volt, mert a zene fantasztikus, és viszi az embert bele a történetbe, a hangulatba. Bányóczki Nórának többféle nehézséggel is meg kellett küzdeni ehhel a megformálása során, erről beszélt nekünk. Majd a kis nyírőt alakító Giller Csaba ismertette a musical történetét.
Egy nagyon vidám előadást hoztunk ma nektek, a Made in Hungáriát, ami tele van csodálatos Hungária dalokkal, és hát igazából sok-sok fiatal útkereséséről szól, de többet nem szeretnék elárulni, hiszen majd a nézők úgyis látni fogják. Én Hella szerepét játszom, akik az NDK-ból jönnek, két leányzó, és hát róluk azt gondolják, hogy ilyen nagyon visszafogottak, és aztán egy koncert keretein belül egészen kivetköznek magukból, úgymond még a textilt is ledobják, úgyhogy ez nagyon izgalmas, és azért kellett rá egy kicsit így készülni lelkileg, mert hát nyilván az ember több száz ember előtt nehezen tesz meg ilyet, de nagyon-nagyon jó karakterek, nagyon viccesek, nincsen olyan hatalmas nagy karakterívük, gyakorlatilag egy pici színfoltja az előadásnak, de nagyon-nagyon szeretem ezt a karaktert. Bár én az iskolában németül tanultam, de azért az már nem ma volt, és nem is használtam, és nagyon megkopott, úgyhogy rettentően nehéz volt megtanulni ezt a full német szöveget gyakorlatilag. Ezen! Sőt! Az előbb a Balzak utca sarkán a villanypontán. Tudjátok, mit fogtam rajta? Kereségombol! Nem fogjátok elhinni! Az előbb a Balzak sarkán bejött rajta! Luxi a Luxi! Hozom! Luxi a Luxi! A presszú a kávéház, utcán minden társadalmi egy állomás, Luxemburgra! Én Kisnyírőt játszom ebben az előadásban. Ugye a Made in Hungária Fenyő Miklós életéről szól igazából az a darab, Fenyő Miklósnak a fiatal koráról, amikor visszajöttek Amerikából, és Szent István Parkban összeverődött egy baráti társaság, akikből aztán zenekarrá alakultak, és ebből született a Hungária. Tehát az ő fiatalkoruk a 60-as évek között. Ő a zenekarnak egy ilyen önkéntes technikusa, aki mindent meg tud szerelni, hangszórókat gyárt, rádiót csinál cipős dobozból, mindenhez ért, egy ilyen ezermester srác, aki ugyanúgy ennek a bandának a tagja, tehát ennek a csapatnak a tagja. Ők mondom, jó barátok, és ezek a Fenyő Miklós életének a valós szereplői voltak. Tehát valósak az alapjai a karaktereknek a darabban. Ez a musical az alapja a filmnek. Ez előbb volt, tehát ez az ősbemutatója 2001-ben volt Budapesten, a József Attila Színházban. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy én abban is játszottam. Utána készült el a film, 2008 körül, nem tudom, és a Magyarok Dalszínházában pedig 2009 óta játsszák. Tehát előbb volt a színdarab. Akkor, amikor ezt bemutattuk, nagyon régen, akkor én még nagyon fiatal srác voltam, és pont ez fiatal srácokról szól, tehát annyira belevágott a mi életünkbe, a mi habitusunkban, hogy igazából, hát jó, nehéz volt. El kellett énekelni a dalokat, el kellett táncolni a táncokat. De amúgy nem volt nehéz. Önök a Tolnatáj Televízió Telena című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!